Szeretettel köszöntök mindenkit, ma a legfontosabb nemzeti sorskérdésünkkel, a népesedés, a demográfia kérdésével fogunk foglalkozni. Az elmúlt 100 esztendőben, mintha genocídium történt volna a magyarsággal, hiszen folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben fogyunk. 1980-ban értük el a csúcsot, akkor 15 millió magyar élt a Földön. És bár ma is szeretjük még ezt a 15 milliós számot mondani, illetve megénekelni, a valóság az, hogy immáron 1980 óta 40 esztendeje folyamatosan és egyre rohamosabban gyorsuló ütemben fogyatkozik a magyarság létszáma. 2011-ben a magyarországi népszámlálás során már csak 8.314.000 ember vallotta magát Magyarországon magyarnak. A világon pedig jó, ha 13 millió magyar él. A kérdés az, hogy megfordítható-e ez a folyamat. Mi magyarok nem akármilyen nép, nem akármilyen nemzet vagyunk, egyedülálló a nyelvünk, egyedülálló a műveltségünk, a kultúránk, és egyedülálló az a történelem is, amely mögöttünk van, egyedülálló az a királyság, az a birodalom, és az a rengeteg érték, amelyet létrehozott ez a nép. Aztán vannak gyakorlatiasabb okai is annak, hogy a legfontosabb sorskérdés a demográfia, a népesedés kérdése. Például az, hogy nem lehet normális, főleg nem lehet növekvő gazdaságot megteremteni úgy, hogyha egyre kevesebben vannak az aktív korú dolgozó magyarok, és egyre többen az idős magyarok, akiknek a nyugdíját elő kell teremteni az egyre kevesebb magyar embernek. Hát ezért is foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. A magyar történelem során 4 genocídiummal felérő időszak is volt. Az első a tatárjárás, amikor 1241 és 42 között mindössze egy esztendő alatt a mongol seregek gyakorlatilag kiirtották Magyarország lakosságának 40-50%-át, 3 millióról másfél millióra csökkent hazánk lakossága. A második ilyen időszak a török hódoltság volt, amikor gyakorlatilag az Alföld elnéptelenedett, és ugye ekkor kerültek többségbe például délvidéken a délszlávok, a szerbek is. A harmadik ilyen időszak a 20. században az első és a második világháború időszaka volt, amikor néhány év alatt több millióval csökkent Magyarország lélekszáma, hiszen rengetegen meghaltak a világháborúk során. És a negyedik ilyen időszak 1980-ban kezdődött az egyre erősödő individualista társadalom kialakulásával, és ez a mai napig tart, hiszen gyakorlatilag békeidőben soha a történelem folyamán nem veszítettünk el annyi magyart, mint az elmúlt 40 esztendőben. És ezen kívül természetesen demográfiai, népesedési és minden egyéb szempontból óriási törést jelentett a trianoni békediktátum. A 10 éve kormányzó Orbán kormány az egyik legfontosabb célkitűzésének a demográfiai helyzet javítását tűzte ki. Ez egy üdvözlendő, helyes célkitűzés, ugyanakkor nagyon ambíciózus, hiszen 2030-ra szeretnék elérni a 2,1-es úgynevezett teljes termékenységi arányszámot, és hogy ez mit jelent, mi ez a 2,1, erről azért két mondatot szólnom kell. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 2,1 szülésnek kell jutnia egy szülőképes korú nőre. A Fidesz kormány nem véletlenül a 2,1-et tűzte ki. A népesség középtávú fennmaradásához ugyanis a rátának el kell érnie a 2,1-es szintet. 1,3-as érték alatt a népesség gyors ütemű fogyása valószínűsíthető, belátható időn belül bekövetkezhet a népesség teljes eltűnése, asszimilációja, vagyis a nemzethalál. Az Orbán kormány célkitűzése tehát helyes, jó, és támogatunk minden családpolitikai intézkedést, ugyanakkor a valóság
sokkal rosszabb, sokkal elkeserítőbb, mint ahogy azt a kormányzati hírekből gondolnánk. Az elmúlt 10 év során ugyan a termékenységi arányszám 1,32-ről 1,49-re nőtt, de legalább háromszoros növekedés kellene az elmúlt évtizedhez képest ugyanennyi idő alatt ahhoz, hogy 2030-ra a 2,1-et elérjük az egy anyára jutó gyermekszám tekintetében. Eközben azonban folyamatosan fogy a szülőképes korú nők száma, így 2030-ban minden magyar anyának 4 gyermeket kellene vállalnia ahhoz, hogy nagyjából megtartsuk a népességet. Messze vagyunk tehát attól, mint amit a Fidesz kormány kommunikál. A valóság így néz ki. A termékenység tehát a 2011-es 1,23-as mélypont után 2016-ra 1,49-re nőtt, és ezen a szinten maradt egészen 2018-ig. 2 évnyi stagnálás után azonban az elmúlt években fordulat látszott, méghozzá 2019-ben az év első felében a termékenység a Központi Statisztikai Hivatal gyors jelentése szerint 1,40-re csökkent. Üdvözöljük tehát a kormány minden családpolitikai intézkedését, így például támogatjuk a csokot is, amely azonban nem mindig teljes körű és nem mindig elégséges. Ráadásul van itt egy nagyon érdekes figyelemre méltó jelenség is. Méghozzá az, hogy a csokot, különösképpen a vidéki, falusi csokot igénylők a legtöbben Pest megyében, illetve Balaton melletti megyékben vannak. Ez az első 3 helyezett, ez még érthető is. A következő 3 megye azonban már nagyon érdekes, ugyanis Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád és Heves megye. Ez azért érdekes, mert hogyha ránézünk a térképre, akkor a cigányság aránya éppen ebben a 3 megyében a legmagasabb. Így nem meglepő, hogy az elmúlt évtizedben a termékenységi arányszám vonatkozásában a legnagyobb növekedés nem a középosztálynál, hanem a legfeljebb 8 általánost végzett, az első gyermeküket rendszerint tiniként világra hozó nők között van. A szélső jobboldali elfogultsággal semmiképpen sem vádolható Válasz című lap ki is mondja egyértelműen. A növekedés leginkább a cigányság körében tapasztalható. Így már az sem meglepő, hogy az előbb említett úgynevezett teljes termékenységi arányszám éppen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legmagasabb. És akkor még nem beszéltünk a körülbelül 600 ezer kivándorolt magyarról. 2017-18 tájékán úgy tűnt, hogy csökken a kivándorló külföldön új életet, munkahelyet kereső magyarok száma, az elmúlt években azonban újra növekedni kezdett. A kérdés tehát az, hogy mi a megoldás, hiszen nyilvánvaló, hogyha nem tudjuk megállítani ezt a katasztrofális népesedési folyamatot, akkor az Magyarország végéhez, nemzethalálhoz fog vezetni. Volt már a magyar történelemben olyan politikai, kormányzati intézkedés, amely meg tudta fordítani a káros népesedési folyamatokat, ilyen volt például a Ratkó korszak, hogyha nem is Ratkóféle intézkedésekre van szükség, de mindenféleképpen valamilyen forradalmi programra. Hát ilyen a mi Virradat programunk, és hogy mit is jelent a Virradat program a népesedéssel kapcsolatban, hát elsősorban a nemzettudat megerősítését, hiszen nyilvánvalóan egy nép sem tud gyarapodni, ahol a nép, a nemzet fiai nem büszkék a származásukra, a saját nemzetiségükre. Tehát ehhez képest én azt gondolom, hogy ha mondjuk a balliberális kormányokat nézzük, ugye 2005-ben Sorstalanság című filmmel és egyéb propagandával nem a nemzeti büszkeséget erősítették, hanem inkább a nemzeti bűntudatot. Aztán, hogyha az elmúlt 10 éves Fidesz kormányt nézzük, akkor ugyan nemzetinek mondja magát a kormány, de hát 2015-ben a Saul fiát sikerült összehozni, ami megint nem a nemzeti büszkeséget, hanem a nemzeti bűntudatot erősítette. Sőt, a Fidesz kormány kegyeltje Andy Vajna is 2006-ban még a Gyurcsány kormány idején készítette el az egyébként kiváló alkotását, az 1956-os forradalomról és szabadságharcról szóló Szabadság szerelem című filmjét. Hát ez is mutatja, hogy sajnos az elmúlt 10 évben a Fidesz kormány alatt nem sokat tettek valójában a nemzettudat erősödéséért, és hát mondjuk a nemzeti dohányboltok és az, hogy mindent most nemzetire festenek, az semmiféleképpen nem erősíti a fiatalok szemében
a nemzet tudatos, sőt éppen fordítva, azt hiszem, hogy kontraproduktív, és inkább pont, hogy a balliberálisok irányába tolja a fiatalokat, ezért ezen a téren is rengeteget kell tennünk. A legfontosabb a lakhatás kérdése, hiszen nyilvánvaló, hogyha a magyarokat lakáshoz, házhoz tudjuk juttatni, akkor jóval kisebb az esélye annak, hogy elmennek külföldre, ahol egyébként nehezebben tudnak házat, lakást szerezni, és nagyobb az esély, hogy itt fognak maradni Magyarországon. Ebből a szempontból jó, üdvözlendő a csok, de nem elégséges. Mi államilag támogatott bérlakásépítési programot szeretnék indítani, illetve nem csak bérlés, hanem lakásház vásárláshoz is hozzá kell segíteni a magyarokat, és egyébként ezen kívül közművesített építési telket is adunk ingyen, itt egyébként Ásotthalmon ezt már el is kezdtük, de ezt országos programmá szeretnék majd bővíteni, sőt, több tízezer elhagyott tanyahely van Magyarországon. A tanya egyébként, amely egy magyar hungarikum, évtizedek óta halálra ítélték, már a kommunisták elkezdték felszámolni a tanyavilágot. Rengeteg beépítetlen tanyahely van, ezeket sorban az államnak fel kell vásárolnia, és oda kell adnia ingyen arra, hogy ott is házat tudjanak építeni azok, akik vissza szeretnének térni vidékre, újra szeretnék benépesíteni a vidéki Magyarországot. Aztán legalább ennyire fontos a lakhatás mellett a munkavállalás, a munkalehetőség kérdése. Ezzel kapcsolatban felmérések mutatják, hogy a nők 70%-a szeretne a gyermek a család mellett dolgozni, de ezt legfeljebb egy vagy kettő gyermek mellett látja megoldhatónak, ugyanis a munkaerőpiac semmiféleképpen nem nagy család barát jelenleg még Magyarországon. Ebben is van teendője a kormányzatnak. Ezen kívül a veszélyhelyzetben, ami jelenleg éppen érvényben van, a bölcsödék, óvodák, iskolák zárva tartásának idejére havonta szülőnként legalább 10-15 nap pótszabadságot kell adni. A kisgyermek nevelés mellett munkát vállalók számára a bölcsödei gondozási díjat el kell törölni. Szülői életjáradékot kell bevezetni, hogy a gyermek által befizetett adókból automatikusan támogassák a szüleiket. Az első gyermek születésének nagyságrendileg nagyobb támogatása a mielőbbi családalapítások érdekében szintén szükséges lenne. A felelős, főállású, hivatásos anyaság támogatásának kibővítését is szükségesnek látjuk a jelenlegi gyalázatosan kevés havi bruttó 28.500 forint helyett. Demográfiai földprogramot indítanánk az ez iránt fogékony fiatal párok földhöz juttatása érdekében. A családtámogatási összegeket jelentősen emelni kell, de harmadik gyermektől minden támogatást munkához kötnénk a megélhetési gyermekvállalás visszaszorítása érdekében. A liberális abortusz politikát vissza kell szorítani, amely például Új-Zélandon napjainkban már oda vezetett, hogy bármilyen indokkal egészen a születés napjáig lehetővé teszi a magzat, bár ebben az esetben már inkább csecsemőgyilkosságot. Magyarországon az utóbbi 60 év alatt több mint 5 millió abortuszt végeztek el. Mindemellett családbarát felsőoktatást kell kialakítani. Végül pedig a gyermekneveléshez szükséges termékek és az alapvető élelmiszerek, mint amilyen a zöldség, a gyümölcs, a tejtermék, a pékáru áfájának radikális csökkentése is szükséges lenne ahhoz, hogy ezt a katasztrofális népesedési folyamatot megállíthassuk, hiszen enélkül nincs Magyarországnak jövője.